Ismét eltelt egy hét, és mi ismét itt vagyunk, de nem akárhonnan jelentkezünk most, hanem egyenesen innen a magaspartról, Balaton akaratjáról. Ez Balaton egyik leggyönyörűbb helye, legalábbis szerintem, de én elfogult vagyok. De hogy ne kanyarodjunk el, hiszen ez mégiscsak egy filmes magazin, maradjunk a mai adásnál, és ma is nagyon izgalmas dolgokkal készültünk önöknek. Például megtekinthetnek olyan érdekes és izgalmas filmeket, amik nemrég még a mozikban voltak, ilyen például a Xanox kockázatok és mellékhatások, hiszen ez most már megtekinthető a filmjön. Szóval tartsanak velünk, ma is nagyon jó lesz a svenk, én pedig továbbra is Zavaros Eszter vagyok. Kockázatok és mellékhatások. Kérdezem a kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ugye önök találkoztak már ezzel a felirattal? Hát, én most nem erre szeretném felhívni a figyelmet, hanem a Xanox Kockázatok és mellékhatások című rendkívül vicces filmvígjátékra, ami most már megtekinthető a filmjón. Bármi mellékhatás? Hát, igazából van valami furcsa álomszerűségem. Xanox egy felnövés történet, egy 18 éves fiú a főszereplője. Egy kísérleti gyógyszert szed, a Xanoxot, amit a helyi vidéki gyógyszergyárban kísérleteznek ki, és rájön, hogy egy másik szerrel együtt képes vele utazni az időben. Mint hogyha ezek, amik történnek, már átéltem volna, csak rossz befejezéssel. A Xanox képi világát tekintve egy nagyon speciális film, mert abból indultunk ki, hogy ez egy kisrealista sci-fi. Fura kérései voltak a bennőnek, most ő egy műfai filmet, képileg egy erősen műfai filmet szeretett volna. Kicsit, hogy utánozzuk az amerikai filmeket, és az amerikai filmek abban különböznek a magyar filmekből ebből a szempontból, hogy ugyanannyi dollárból forognak, mint amennyi magyar filmek forintból. Ez látszik rajtuk, ettől lesznek olyan amerikaiak. Na most nyilván ez nekünk nem volt, de olyan világítási és optikai trükkökkel játszottunk, amikkel kicsit tudtuk mímelni ezt a vonalat, ezt az úgynevezett műfai amerikai vonalat. Az volt nagyon érdekes, hogy hogy a munkafolyamat ez nem csak abból állt, amikor én ott vagyok és reggeltől estig a kamera előtt állok vagy próbálok, hanem már előtte a casting, amikor megvolt, utána már elkezdődött a filmre való felkészülés. A karakterben, az előddel, a közös jeleneteinket már akkor próbáltuk. A filmben sok olyan rész van, ami az improvizációknak köszönhető, és akkor ez olyan szívmelengető érzés, hogy ezt én is beleraktam. Ez az én munkám is, nem csak megcsináltam valamit, hanem így hozzáadtam valamit még. Nagyon jó volt a hangulat amúgy, szerintem az nagyon sokat segített abban, hogy könnyebben tudjunk dolgozni együtt 19 napig, így 12 órákat. És tényleg vicces. Én nem gondoltam volna, hogy végül ennyire vicces lesz a végeredmény összevágva. Én nagyon szeretem azt, hogy ez egy közönségfilm, úgyhogy nincs benne üres járat. Pörgős film, szórakoztató, fiatalokról szól az utóbbi időben a mi magyar filmesek valahogy kihagyjuk a tiniket, tisztelt a kivételnek. Szerintem egy nagyon kellemes kikapcsolódás. Nagyon büszke vagyok rá és mindenkire, aki dolgozott benne, mert egy szívvel, lélekkel teli vidám film. Olvastam az összes forgatókönyv változatot, és már a forgatókönyvben is nagyon sokat nevettem. Úgyhogy én nagyon szerettem ezt a tervet, és végig nem is az volt a fejemben egyébként, hogy na most én aztán nagyjátékfilmes producer leszek, hanem az, hogy a Benőnek elkészül az első nagyjátékfilmje. És ez egy nagyon nagy dolog, hiszen ez volt az álma. Ez az első nagyjátékfilmem. Hát én 2004-ben rendeztem az első olyan kisfilmet, amit így már szívesen mutogatok. És azóta eltelt sok év, és sok év alatt sikerült ide eljutni, de nagyon örülök, mert hát sokaknak egyáltalán nem jön össze ez az életében egyszer sem. Most igyekszünk jót csinálni, hogy legyen egy második lehetőség is. Én imádtam ebben a filmen dolgozni, mert egy fantasztikus forgatócsapat és utómunkastáb állt össze, és alig várom, hogy újból velük dolgozhassak. Ez a film szívből készült, és azért ez látszik is rajta. Nagyon vicces lett. Volt pár közönség találkozó, és amikor bementünk, nem ültünk be végig, akkor mindig azt hallottuk, hogy nevetnek az emberek. És szerintem nagyon szórakoztató. Én előtte már ugye láttam, amikor a fényelés elfogadás volt, a hang elfogadás volt, a DCP elfogadás volt, tehát mindegyiknél ott bent ültem és megnéztem, és még mindig nevetek rajta. Még mindig olyan finom pálinkái vannak. Xanox
Kockázatok és mellékhatások. De az egészséges az a négyes? Nem, az a kettes. Ja. Talán önök is emlékeznek a Szelíd című filmre, ami nem csak témájában volt kiemelkedő és egyedülálló, színészi alkotásai is nagyon emlékezetesek voltak, sőt, a Sundance független filmes fesztivál beválogatta a versenyprogramjába. Ez a film most már megtekinthető a Filmion. A Szelíd című film egy párról szól, egy testépítő párról. Van egy nő, aki élete versenyére készül, és van egy edzője, aki már nem versenyezhet, és a párjában látja az ő újjászületését, és ezért mindent megtesz azért, hogy ez a testépítő nő megnyerje a világbajnokságot. És csak erre koncentrálnak, de egy adott ponton kiderül, hogy nincs elég pénzük ahhoz, hogy ezeket a különböző legális és illegális táplálékkiegészítőket beszerezzék, és ezt az életformát fenntartsák, és ezért a nőnek súlyos áldozatot kell hoznia, ami mindent megváltoztat ez az áldozat, és ezáltal rálát a saját kapcsolatára is, és az egész élete megkérdőjeleződik, hogy vajon érdemes-e ezt az egészet csinálni. Vedd le, mielőtt összeizadod. Ez a film egy nagyon különös életformát mutat be, a testépítés világába vezet be, ami egy nem hétköznapi élet. Olyan értelemben, hogy ez nem csak abból áll, hogy lemegyek minden nap vagy heti ötször az edzőterembe húzogatni, hanem itt 24 órás műszak van, hiszen az étkezéssel és az egész napot felépítésével mind csak azt az egy célt szolgálod. Mint ahogyan a film is egy közvetítő médium, úgy a testépítés is egy közvetítő médium abban az értelemben, hogy a test egy műalkotás, és ők keményen dolgoznak azon, hogy ez a műalkotás minél tökéletesebb legyen, amit létrehoznak. És tulajdonképpen ez foglalkoztatott az, hogy az ember hogyan keresi a boldogságot, milyen eszközöket alakít ki magának arra, hogy boldog legyen, hogyan állít fel preferencialistákat, hogy a valakivel való összetartozása van számomra a boldogsága, vagy a határok túlfeszítése és átlépése és abból való győzedelmes kijövés a boldogság számomra. Ezek a rendszereknek az újra meg újra felállításai, ez foglalkoztatott. Miközben azt látjuk, hogy ezek az emberek mennyi mindent áldoznak, akkor közben szerintem elgondolkozunk azon is, hogy vajon mi a saját életünkben, hogy vagyunk a céljainkkal. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy minél izmosabb legyek, és el tudjam húzni az autót, hanem arról szól, hogy a testem milyen arányai vannak a testemnek, tehát az izmok, csontok egymáshoz való aránya, hogy egy olyan ideális testképet alakítsanak ki, nyilván a sport szabályai szerint ideális testképet alakítsanak ki, és ez engem nagyon érdekelt, hogy ez a fajta ilyen esztétikai szemlélet, ami nagyon közel áll a művészethez, és nagyon közel áll a filmhez is, hiszen itt is a vizualitásról van szó. Nézd rám! Te vagy a legjobb. Ez egy sportfilm. Azon kívül, hogy egy párkapcsolatnak a története, egy szerelmi film is. Amit történt eddig a Szelíddel, az, hogy bekerült a Sundance-ra, ami Amerikában az egyik legfontosabb filmfesztivál. Ezt nem tudnám, hogy mondjuk az európai megfelelője talán Cannes vagy Velence lehet, szerintem. Azért fontos Amerikában a Sundance, mert nagyon
esztétika és művészet orientált, tehát kifejezetten az ilyen jellegű, arthouse jellegű filmeknek nyit terepet. Úgyhogy ez így el most a szelíd. Teljesen készen állsz. Csodálatos vagy. További történelmi filmek is ingyen megtekinthetőek a Filmion az államalapítás ünnepére. Segíthetek? A Veri az ördög a feleségét a Kádár korszak puha diktatúráját kritizáló társadalmi szatíra, amely a mindennapi családi élet ismert helyzetei elé is görbetükröt tart. Elnézést. Nem maga a hibás. A Liszt. Az augusztus 20-án játszódó történet elsősorban a privát szférára koncentrál, de a háttérben kirajzolódik az állami ünnep kerete, amely tágabb társadalmi összefüggésbe helyezi az eseményeket. Én nem tudom, mit akarnak ezek. Ki? Hát ők. Kik ők? Akik a Lisztet csinálják. A Molnárok? A Molnárok. A Molnárok. Lehetetlenség, hogy Magyarországnak egyetlen egy állandó hídja sincsen. És mibe kerül ez az ön hídja, Széchenyi gróf? 120 ezer font sterlingbe. Amit önök a magyar főnemesség adományaiból kívánok összegyűjteni. A hídember története 1820 és 1860 között játszódik. A Habsburg monarchiában és egy különleges szellemi képességekkel és anyagi háttérrel született magyar arisztokrata életét mutatja be, Széchenyi Istvánét, akit az utókor a legnagyobb magyar címmel illet. Örömmel segíteném a gróf urat politikai törekvéseiben. Nekem politikai törekvéseim nincsenek. Csak a jót akarom, a jót. Az öröktél története 1944. decemberében kezdődik, amikor szovjet katonák egy dél-dunántúli sváb faluból elhurcolják a munkaképes nőket, látszatra 3-7 kukoricatörésre. Na jó, Isten nincs itt. Csak maga van meg én. A valóság ennél sokkal pokolibb. Marha vagonokban egy szovjet munkatáborba szállítják őket, ahol embertelen körülmények között a helyi szénbányában kell kényszermunkát végezniük. Egy különleges találkozás és a lágerben született csodás szerelem története felemelő élmény a filmrajongók számára. Nem biztos, hogy valami derűs apja tudnék lenni, de a semminél talán jobb. Elveszett lelkek egymásra találásáról szól Tóth Barnabás filmje az Akik maradtak. Magyarország 2019-es Oscar nevezése érzékeny, megindító felnövés történet a történelem viharaiban. Szerintem mi jártunk rosszabbul? Mint? Mint akik elmentek. És ha már ilyen közel járunk az államalapítás ünnepéhez, augusztus 20-ához, maradjunk a történelmi témájú filmeknél. A Béke a nemzetek felett című film ősszel lesz látható a mozikban, és a 20. század sorsfordító eseményeit egy picit új szemszögből mutatja be. Kényszeríteni fogják Magyarországot a békefeltételek elfogadására. Dokumentumjátékfilm azért ez egy bevett műfaj. Tudnék mondani, a Netflixen például az utolsó cárok az volt az egyik referenciánk, mert az ott egy nagyon sikeres sorozat, de most már nagyon sokan szeretik ebben a történelmi tematikában, mert ennek az a lényege, hogy vannak dolgok, amiket fikcióban, mint egy nagy játékfilm megfilmesítünk, és amire úgymond adott esetben nem lenne pénz, vagy jobb az, hogyha másképpen alátámasztva, akkor azt elmondják történészek, vagy narrátor, vagy nálunk történészek. Tehát ez egy meglévő műfaj. Amire büszke vagyok, hogy ilyen műfajú film most már készül, de ez az első, ami debütál a magyar mozikban, tehát ez nálunk nem volt egy bevett szokás. Alapvetően mi abból indultunk ki, csinálunk egy filmet a trianoni századik évfordulóra egy picit megemlékezésként, annak még az lett volna a címe, hogy a béke követei. Beszéltünk több mint 10 történésszel, meg külföldi történészekkel is, francia történészekkel, tehát így előjött az ő szemszögük, és az egész film onnantól már nem az volt a sztori, hogy kimegy a béke delegáció, és azon gondolkozik, hogy mit tehetne, hogy mi történik velük, hanem miközben ők próbálnak ilyen nagyon racionális érveket prezentálni az akkori európai nagyhatalmaknak, hogyha úgy húzzák meg a határokat, ahogy élünk mind a mai napig, akkor ez miért lesz egy állandó konfliktust hozó helyzete Európának. Addig
A történészektől megkaptuk azt a szemszöget, hogy az akkori európai nagyhatalmak, ők mit gondoltak, nekik mi volt a fontos. A kettő tulajdonképpen két párhuzamos sztori. Az annyira két sztori, hogy valahogy úgy lett nekünk dokumentumjátékfilmünk, hogy az egyiket azt megfilmesítettük, a másiknál pedig a történészek azok, akik elmondják, hogy szerintük hogy zajlott. Mindenképpen fiataloknak, tehát azért nem akartunk dokumentumfilmet, mert azért a fiatalok nyelvén valamilyen, mégiscsak a mozi nyelvén kell szólni, tehát hogyha megszemélyesítjük a karaktereket, hogyha ha halljuk a dialógusokat, hogyha megfilmesítjük az egész történetet, akkor az már tudja érdekelni a fiatalokat, sőt, egyébként mindenkinek sokkal érdekesebb. És az volt az egyik legmegdöbbentőbb, hogy amikor kerestünk francia történészeket, akkor kiderült, hogy vannak olyan francia történészek, akik nem azt a francia szemszöget képviselik, hogy miért volt ez teljesen oké, ahogy Trianon történt, hanem annyira sérelmezik ők is ezt a történelmet, hogy azért tanultak meg magyarul, úgyhogy nincsen semmilyen magyar gyökerük, bele tudtak helyezkedni a mi szemszögünkbe, és tőlük kaptunk egy csomó olyan sztorit, amiket korábban nem tudtunk. Az archívoknál, ami szerintem egy jobb filmes ötlet volt részünkről, hogy azért itt nagyon sok trükk van, tehát az, hogy hogy húzták meg a határokat, hogy csatolják el a területeket, hogy mennek ezek a hatalmi játszmák, hogy mikor mennyit csatoljanak el, mert volt itt több szenárió, azt mind trükkökkel csináltuk meg, és akkor az is sokkal izgalmasabb vizuális inger. Az is nagyon érdekes volt, hogy a békeszerződés, az most hol lelhető föl, annak is van, tehát ugye mindenki azt hiszi, hogy ezt Trianonba írták alá, ezeket a kérdéseket ez a film ezt tökéletesen helyre fogja tenni, vagy lepontosítja, de ennek is van több magának a békeszerződésnek is. Volt, amit megkapott a békedelegáció, hogy megtekintse, volt egy másik, amit aláírt, tehát ezeket lekutatni, hogy most akkor melyiknek mi volt a szerepe, hogy lehet hozzájutni, és hozzáteszem, hogy mindezt van, amit külföldről kellett, és mindezt pandémia alatt, amikor minden zárva van, hát nekünk ezek voltak a sztoriaink. Szeptember közepén az egyik kedvenc hónapomban 13 és 18 között 5 napon keresztül ingyenesen megnézhetik a főváros legnagyobb moziaiban és a Szent István téren az eddigi legsikeresebb, legnagyszerűbb filmeket. És hogy Kertész Mihály élete hogyan is kapcsolódik a Budapest, Bécs, Hollywood városokhoz, hát ennek jártunk utána. Biztos, hogy mindenki látott már valószínűleg Kertész Mihály filmeket, a Casablanca, hogy csak egyet említsek, a Fehér Karácsony, Robin Hood, és még sorolhatnám a nagyon ismert neveket. Kertész Mihály egy nagyon izgalmas filmalkotó, aki sok-sok különböző országban dolgozott, természetesen Hollywoodban futotta be a legnagyobb karriert, és a hollywoodi filmjei váltak igazán legendává. De előtte nagyon kevesen tudják, hogy Magyarországon is nagyon sok filmet készített, később Ausztriában, Németországban, és lépésről lépésre jutott el Hollywoodba. Ő azok közé, az alkotók közé tartozik, akiknek a filmjeit mindenki ismeri, mindenki nézi, a mai napig igazi klasszikusok, és nagyon keveset tud magáról, a személyről, a rendezőről. Kertész Mihállyal kapcsolatban nagyon sok anekdota van, hát elsősorban azt, hogy a magyar akcentusát őrizte meg, ugye soha nem tanult meg rendesen angolul, és ez számos humoros szituációt teremtett a rossz nyelvek szerint. A Goldwynnak a legjobb dialógus szövegei azok onnan vannak, hogy az emberei folyamatosan jártak a kertész nyomában, és a vicces megszólalásokat gyűjtötték. Tehát ez mondjuk egy dolog, de amúgy neki nagyon, ez nagyon fontos volt. Ő tényleg a családján keresztül is ezt őrizte, illetve nagyon sokszor adott munkát azoknak a magyar és magyar származású kollégáknak, akik szintén Hollywoodban próbálkoztak. Én csak egy példát mondok, például Szőke Szakál nagyon sokszor megjelenik a filmjeiben, egy csodálatos bűbájos színész karakter, és hát nyilván a filmeket is színesíti, de másrészt pedig mindig belecsempész egy ilyen kis magyaros hangulatot ezekbe az alkotásokba. Sajnos itt az adás vége. Én szomorú vagyok, mert itt a nyár vége is. Egyben. De önök ne legyenek szomorúak, hiszen tudják, ez egy heti műsor, és jövő héten ugyanígy találkozunk. Akkor is a legizgalmasabb magyar filmes témákat hozzuk el önöknek. Addig pedig nézzenek sok jó magyar filmet, és még ha tehetik, menjenek vízpartra, akár a Balatonra. Köszönöm, hogy velünk tartottak, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!